Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket az idei nyugdíjas pedagógusok színes diploma átadása alkalmából rendezett városi ünnepségen. Külön köszöntöm körünkben dr. Horváth József alpolgármester urat. Utasi Istvánt, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnökét. Szülke Melindát, az Ajkai Városi Önkormányzati Hivatal önkormányzati és humánszolgáltató irodavezetőjét. A megjelent önkormányzati képviselőket, intézményvezetőket és természetesen minden kedves vendéget. Felkérem Utasi Istvánt, a Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnökét, mondja el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékdiplomás pedagógusok! Ajka város önkormányzata nevében köszöntöm az emlékdiplomás pedagógusok tiszteletére rendezett ünnepségen. Szent Györgyi Albert gondolata szerint az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megtalálja azt a munkát, ami képességei szerint eredményesen végezhet. Úgy gondolom és úgy vélem, hogy ez a tömör vélemény magába foglalja mindazokat a nevelési feladatrendszereket, amelyet az 50, 60, 65, 70 éve oklevelszerző pedagógusok már teljesítettek. Bátran kijelenthetem, hogy együtt voltunk részesei az elmúlt évtizedeknek, együtt éltük át örömmel, kudarccal, munkával, küszködéssel, csalódással, sikerrel, olykor humorral a teli éveket. Történetünk közös, de mindannyian másképp olvassuk. Nem tudom, emlékeznek én még a tantervis utasításra, a rendtartásra, az iskolai házirendekre, a sok-sok értekezletre, a több száz diákra, kollégákra, a szülői értekezletekre, a család látogatására. Emlékeznek-e a kosutos pusztaszeri Károlyra, a túlsoki Efli Jánosra, a bódéi Király Jánosra, a csingeri Kóber Ferencnére, a Fekete István iskolából Stohári Mihályi Makinényre, a Rökösből Mihály Fidulára, a Vörös Martiból Radnai Párra, a Rendekről Weber Lászlóra és Apor Pistára, a Badragi Kocka Istvánra, a Bródiból Varga Miklósra, a Pánkiból Szokodi Lászlóra, és nem utolsó sorban a felsorolt munkáját koordináló Csaj Frigyesre. És sorolhatnám még a város oktatását meghatározó személyeket. Az említettek már sajnos nincsenek már. Az óvodában, iskolában éri a legtöbb hatás a gyerekeket, de a pedagógusokat is. A nevelő a gyerek teljes személyiségére kíván hatni, de hatnak a gyerekre a kortársak, a diáktársak, a szülők, a társadalmi környezet is. Ebben a több tényezős és bonyolult kapcsolatrendszerben a pedagógusnak kell szabályozni a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését. Nem titok, hogy a pedagógusok kottából tanítanak, nevelnek. A tantervet felváltó NAT szelet még az emlékdiplomásokat is megérintette, és a dokumentum hitelességét jelzi, hogy már a 5. átdolgozását éli meg. Talán az a szerencse, hogy egy pszichológus vezetésével. Sok-sok reformot átéltek Önök, és sokszor hajtóanyagokat kellett tennünk. De a legfontosabb mindig az volt, hogy minden gyerek helyét megtalálják a közösségben, és hogy harmóniát teremtsenek az oktatás-nevelés szereplői között. Ajka nem csak az iparáról híres, hanem gazdag kultúrájáról, sportjáról is. Büszkén mondhatjuk, hogy ennek a generációnak a felnevelésében örök is hatékonyan részt vettek. Énekesek, táncosok, színészek, kutatók, zenészek, kiváló szakemberek jelzik az Önök eredményes munkáját. Tisztelt emlékdiplomások! Önökhöz mindig bizalommal fordultak a diákok, tisztelet övezte személyüket, aktív részesei voltak a közéletnek, formálták településünk arculatát,
kollegialitásból mindig példás viselkedésük volt, tudtak tantestületben dolgozni. Sok konfliktus kezeltek, döntéseikért vállalták a felelősséget. Az idei évben 15 pedagógus, 14 nő és egy férfit köszöntünk, akik a diplomaszerzés után helytálltak hivatástudatból, szociális érzékenységből és példát mutattak. Hangsúlyozni szeretném, hogy az emlékdiplomát igényelni kell. Néhány kolléganő kollega ezt nem tette meg, úgyhogy valószínűleg a következő évben ezt pótolniuk kell. Jó egészséget és sok szerencsét kívánok önöknek és szeretteiknek, tisztelőiknek. Megtisztelő számomra, hogy a kortársuk lehettem. Bródy János, téged Váci Judanának egyik verszakával köszönök meg figyelmüket, és az ő gondolataival üzenjük a jövőnek. Ne kérdezz azt, aki nem felel, ne várd meg azt, aki nem indul el, ne nézd azt, ami nem látható, csak menj az úton, tiéd az út. Köszönöm a figyelmet. Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnökét, valamint Horváth József alpolgármester urat a színes diplomák átadására. Négyesi Péterné okleveles tanítónőnek, aki a Pápai Ranolder Intézet, Leány Líceum és Népiskolai Tanítőképző Intézetben 1947. június 28-án 70 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, elismerésül Rubin oklevelet adott ki a Győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János kara. Négyesi Péterné sajnos kórházba került, ezért az oklevelet dr. Stolár Magdolna vette át helyette. Köszönjük szépen! Varga Istvánné okleveles óvónőnek, aki az állami tanítóképzőben Baján 1952. október 27. napján 65 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréséből vasoklevelet adott ki a Soproni Egyetem Benedekelek pedagógiai kara. Felkérem Varga Istvánnét a vasoklevél átvételére. Tanítóképzőben 1957. július 3-án 60 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, elismerésül gyémánt oklevelet adott ki a Győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János kara. Felkérem Hariman Károlyné a gyémánt oklevél átvételére. Okleveles tanítónőnek, aki a Pápai Állami Tanítóképzőben 1957. július 3-án 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként gyémánt oklevelet adott ki a Győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János kara. Felkérem Szedlák Gyulánét a gyémánt oklevél átvételére. Tanítónőnek, aki a Veszprém
Veszprémi Állami Tanítóképző Intézetben 1957. július 13-án 60 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréseként gyémántok levelet adott ki a Győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János kara. Felkérem Tóth Tina Mérnét a gyémántok levél átvételére. Okleveles tanítónőnek, aki a Pápai Állami Tanítóképzőben 1957. július 3-án diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémántok levelet adott ki a Győri Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János kara. Felkérem Metzger Lajosnét a gyémántok levél átvételére. Istvánné magyar történelem szakos általános iskolai tanárnak, aki a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967. július 14. napján diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet adott ki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara. Felkérem Kersner Istvánné az aranyoklevél átvételére. Magyar énekszakos általános iskolai tanárnak, aki az Erdi Tanárképző Főiskolán 1967. szeptember 9-én 50 éve szerzett oklevele alapján közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, elismerésül aranyoklevelet adott ki az Erdi Eszterházi Károly Egyetem. Felkérem Bújber Jánosné az aranyoklevél átvételére. Általános iskolai tanárnak, aki a Győri Zeneművészeti Szakiskolán 1967. június 17-én diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet adott ki a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti kara. Felkérem Csáki Istvánné az aranyoklevelet. Okleveles óvónőnek, aki a Soproni Óvónőképző Intézetben 1967. június 22-én 50 éven át kifejtett értékes szakmai tevékenységének elismeréséül aranyoklevelet adott ki a Soproni Egyetem Benedek Elek pedagógiai kara. Felkérem Dorsi Zoltánné az aranyoklevél átvételére. Magyar történelem szakos általános iskolai tanárnak, aki a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967. szeptember 9. napján diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet adott ki a Pécsi Tudományegyetem. Felkérem Pavlicsek Gyuláné az aranyoklevél átvételére. Balázsné, magyar-orosz énekszakos általános iskolai tanárnak,
aki a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967. június 23-án diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából aranyoklevelet adott ki a Pécsi Tudományegyetem. Felkérem Pető Balázsné az aranyoklevél átvételére. Az előadását. Fogadják sok szeretettel!
mielőtt elkezdeném, bár nem terveztem, de úgy érzem, hogy mindenféleképpen kell mondanom egy pár szót. Az iménti kis intermezzo az engem annyira, de annyira meghatott. Bocsánatot kérek, meg is könnyeztem, úgyhogy én nagyon gratulálok önnek, hogy ilyen nagy szeretettel töltötte el azt a sok-sok évet, és hogy meg lett az eredménye lám-lám, úgyhogy megtérült a befektetés, úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok, és bárcsak én is hasonló úton tudnék majd járni. Bocs, csináltam pedagógusként magam is, nagyon sokszor elgondolkozom azon, hogy vajon hogy lehet majd ilyen végeredményt elérni. Hát igyekszem. Példaként leveg előttem az én nagyai nagyanyám, aki 87. életévét töltötte, és ő Várpalotán az egyes számú általános iskolában teljesített hosszú-hosszú évekig szolgálatot, és most, ahogy így végignéztem önöket, ahogy átveszik a lemmék diplomákat és az a szép szám virágot, akkor ő jutott eszembe, hogy bárcsak ő is átvehetné egyszerre, egészségi állapota nem igazán engedi, úgyhogy majd valahogy bepotoljuk, vagy megoldjuk számára. Na, de mindegy, félre hú, úgyhogy hölgyeim és uraim, két dalt hoztam önöknek, önökért. Az egyik azt a fajta harcot, és hát, hogyha úgy tetszik, szélmalomharcszerű munkásságot hivatott, hát úgy mondjam, megmutatni mindenkinek, hogy amivel önök szembesültek munkájuk során, a másik pedig a hála dala lesz majd, ebben a sorrendben fognak érkezni, fogadják sok szeretettel két nagyon szép Máté Péter dal. Mindig felvillantanék egy kicsi reményt, mindig arra indulnék, ahol én várnak, mindig megvigasztalnál sok szegény. Hogyha én lennék a fény a sötétség mellett, mindig megmutatnám azt, hogy merre az út. Mindig világítanék, hogy mindenki lásson, mindig megvigasztalná a szomorút. Kérdezel a napsugártól, miért nem lehetek én a fény? Kérdezel az éjszakától, de hogyha én lennék a fény, csak én előtt volna, mindig elmulasztanám a többi időt. Hogyha én lennék a fény, a sok virág nyílna, lassan elfeledtetném, mi volt az előtt. Kérdezem a hasonlat egy picit sántít, egyébként ugye próbáltam megkeresni, hogy vajon
hogyan lehet színes diplomát adó alkalmából megemlíteni, hogy megköszönni önöknek azt a munkát, amit nyújtottak, amit teljesítettek. Nem sikerült találnom ilyet, tehát most így a zenei irodalomban erre az alkalomra írott oldalt nem találtam, viszont Máté Péter egyik másik nagyon-nagyon szép slágere, a Mégnek sem köszöntem, most önöknek szól. Mégnek sem köszöntem, hogy megszülethettem én, és ülhetek az élet vonatán. Nem király, de mégis ember lettem én is igazán. Még meg sem köszöntem, hogy játszhatottam én, és álmodozni tudtam az előtt. S hogyha fáradt voltam, akármikor kaptam pihenőt. Kiskoromtól oktatott és felnevelt két ember, ember sajnos már nem él. Azután csak egy maradt, ki annyit fáradt érte, így neki tartozom most mindenért. Még meg sem köszöntem, meg sem köszönhetem, helyette dúdolok neked egy dalt, ahogy te dúdoltál nekem neked, anyád.